Sziasztok! Egyszer már volt egy ilyen unboxing meg teszt, csak az kudarc volt, mert azzal pont átvertek, ugye, hogy abba az egy bontott doboz volt, és abból kiették a bombonokat. Úgyhogy most még egyszer nekifutnék ennek. Kóstoljuk meg ezt a fantasztikus tojást. Itt van, hogy mi van még benne. Én azokra vagyok inkább kíváncsi, mert tojás már ugye ettünk. Az lila doboz volt, nem tudom mi a különbség, szépen megbontom. Ne sérüljön nagyon a csomagolás. Nagyon van benne. Mi ez? Gyere már ki. Ja, ott van. Szóval van ez a doboz. És itt van a tojás. Ez mondjuk egy kicsit itt megsínlette, hogy a húsvét nem most volt augusztusban. De van itt csomagolva itt ilyen gusztán. De ez más nem? Mint a lila. Inkább ugyanolyan a sárga is. Nem rossz. Jó. Jó. Nézzük meg a bogyókákat, hogy azok mik ezek a bogyókák. Irgalmatlan büdös. Ez nem tudom melyik. Ez volt ez. Hát pont olyan íze volt, krémi fúdge volt. Nagyon krémi fúdge volt. Mi van még? Ez a háromszög alakú, ez itt. Valami tripla csok is. Tripla csok is. Vagy nem. Csokoládé íz baj. Szörnyű. Ez melyik lehet? Az ott. Mi van odaírva? Az, valamilyen praliné, crunch is. Hogy nem? Hát jó. Volt. Akkor van ez a... Húha. Strawberries, meg azt nem szeretem, ez valami gyümölcsös vacak. Az utolsó, mert... Hál' Istennek karamella. Talán az ehető. Még. Nagyon retro kinézet. Nem tudom, mik vannak rajta. Tök jó. Hát nem ájultam el. Semmi extra. Azon kívül, hogy ilyen díszdobozban van, hogy ilyen nagyra föl van fújva a tojás. Csoki. Edzés után jó betöltésnek. Feliratkozni. Csumi.